Ezen a héten újabb 4 civil szervezet vezetőjét kértük fel arra, hogy értékeljék az elmúlt évet. Kunstár Pálné Irénke 15 családot lepett meg ajándékkal tavaly, Kácsor Pétert a tűzoltóbár részleteiről kérdeztük, Bukor Anita a Szociális Központ elmúlt évi tevékenységéről számolt be, Jánosi Adél úszásoktató pedig a hobbi sportolóknak nyújtott lehetőségekről beszélt. Rácz Zoltánné Bukor Anitát köszönhetjük a stúdióban. Arról szeretnénk kérdezni, hogy milyen volt a tavalyi évetek a gondozási központban, hiszen nagyon sok program, nagyon sok lehetőség valósult meg a tavalyi évben. Én is köszöntök mindenkit. Hát igen, a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat egy nagyon mozgalmas évet tudhat magáénak. Azt gondolom, hogy sikerült egy kicsit betekintést adnunk abba a munkába az előző, így a 23-as évben, amit azért eddig is végeztünk. Csak most próbáltunk arra törekedni, hogy meg is láttassuk magunkat, és meg is láttassuk ezt a munkát. Tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, aki ezt az évet végig dolgozta, és bízom benne, hogy a 24-es év meg még jobb lesz. Nagyon sok programot próbáltunk szervezni. Eddig is ismert volt, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat Központ az mindig szervezett rendezvényeket, programokat, és most az időseket is szerettük volna minél inkább felkarolni. Voltak olyan rendezvényeink, amik ebben az évben voltak először valósulhattak meg. A nyár folyamán volt az első családi nap, amit azoknak a bent lakó időseknek és az ő hozzátartozóiknak szerveztünk, amire eddig nem volt példa. Sikerült egy karácsonyi vásár hetet megszerveznünk, aminek a bevételéből a 24-es év kirándulásait tudjuk finanszírozni az időseknek, és itt szeretném is megköszönni mindenkinek, aki vásárolt nálunk, vagy felajánlott különböző kézzel készített adventi karácsonyi termékeket. Azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk erre az adventi készülődésre is. Voltak olyan rendezvények, amelyek nyilván ünnepkörhöz kapcsolódóak voltak. Szerettük volna, hogy minél többen ellátogassanak hozzánk. Nagyon szeretjük, és az időseink is nagyon szeretik, ha ott vannak a fiatalabb generáció, ha ott vannak az óvodások, ha ott vannak az iskolások. Úgyhogy az idei évben nagyon sok tervünk van, hogy hogyan tudnánk még inkább a generációk közötti átmenetet egy kicsit bevinni a mindennapi életbe, akár úgy, hogy a gyerekeket bevonjuk, akár pedig úgy, hogy már a nagyobb fiatal felnőtteket is akár. Ugye az idén már január elején sem lustálkodtatok, hiszen már volt egy akciótok. Igen, egy ruhabőrzét szervezett a Család és Gyermekjóléti Szolgálat. Ugye folyamatosan kapjuk a lakossági felajánlásokból a ruhákat, de a ruhák mellett egyébként azt is szeretjük, hogy célirányosan sokat segítenek. Azt dolgoztuk ki az utóbbi időszakba, hogy ha probléma van, akkor inkább arra próbálunk egyből reagálni, és ezért a közösségi oldalunkon keresztül próbálunk célirányosan keresni annak a családnak éppen olyan dolgot, amire szüksége van. Most a ruhabőrzét azért szerveztük, mert már voltak úgymond olyan felhalmozódott ruhák, amik viszont téliek voltak, és tudtuk, hogy ilyen hideg időszak következik, úgyhogy ennek azt gondolom nagy sikere volt, sok ruha ki tudott cserélődni, és majd így folyamatosan, ahogy tavaszodik, akkor tudunk újabb ruhákat fogadni, aminek újabb bőrzéket fogunk szervezni. Most azt beszéltük meg a kollégákkal, hogy próbálunk sűrűbben szervezni ruhabőrzét, hogy gyorsabban tudjanak kicserélődni az nálunk lévő dolgok. Ugye régebben volt nálatok könyvbőrze is, és mondjuk például ilyen könyveket fogadtok ebbe, akár az időseknek, akár ilyen csereakcióra, vagy bármi olyan dolgot, amit föl tudtok még használni a közösséghez. Igen, az előző évben volt, amikor könyveket is ajánlott, föl, sőt a Balázsi könyvtárba többször látogattunk el, azoknál fogva, hogy ott Benkőbe az, aki sokszor hívott, hogy nézzünk szét, mert vannak olyan könyvek, amiket már a könyvtár ugye leselejtezne, viszont az időseinknek nagyon-nagyon jó dolog lenne, úgyhogy nagyon sok könyvet tudtunk így is magunkhoz kivinni az idősekhez, de lakossági felajánlásból kaptunk könyveket, DVD-ket, szeretünk, meg szeretnek az idősek régi filmeket nézni.
Próbáljuk a nyári kirándulásokat is mindig úgy szervezni, hogyha a csapat egyik felét elvisszük kirándulni, akkor a bent lévő csapatnak pedig valami mozi délelőttöt szervezünk, projektorral, nagy kivetítővel, jó kis hangosítással, hogy tényleg úgy egy kicsit a mozi hangulatát tudjuk becsempészni azoknak, akik mondjuk már nem tudnának eljönni kirándulni. Akkor akár ilyen régi fekete-fehér filmes DVD-ket szívesen váltok is. Így van, arra azt gondolom, hogy mindig vevők vagyunk. Sok-sok háztartási eszközzel is megkeresnek bennünket. Van olyan, amikor a családok tényleg költözés kapcsán konyhai dolgokat keresnek. Tehát én azt javaslom, hogy ha akinek van valami olyan dolog, ami még tényleg használható, és ő maga is egyébként szívesen elfogadná, akkor ezzel kapcsolatosan keressen bennünket. És nyilván akkor el tudjuk mondani, hogy van-e most olyan család, akinek egyből el tudnánk ezt juttatni, vagy lehet, hogy egy kicsit még tartalékolni kell otthon, ha el tudja rakni. Nálunk azért olyan nagy raktárhelyiség nincs, ahol sok mindent össze tudnánk gyűjteni, ezért is próbáljuk egyből eljuttatni azoknak, akiknek szükségük van rá. Jánosi Adét, a Proharmoni Egyesület vezetőjét köszönhetjük, bár hogy a városban ismerik, akkor a tanárnéni, a tesi tanárnéni, az úszás tanárnéni, ugye mindenki így ismert. Mit tudnál elmondani a Proharmoni tavalyi évéről? A Proharmoni Egyesület egy ilyen szabadidős egyesület, amelynek a legfontosabb célja tényleg a hobbi sportolóknak az összeszervezése, illetve egészen kisgyermekektől, egészen az időskorúakig szervezünk többfajta lehetőséget számukra. Én a kisebb gyermekeknél az úszás részével foglalkozom, az idősebb korúaknál pedig tornákat szervezünk, és a másik fő része az egyesületnek még a nyári táborok, amelyek főleg a fiatalabb korosztály célozzák meg, és a sportnak több részében vesznek részt. Hát itt azért meg kell említeni, hogy a Proharmoni Egyesület által olyan szinten kinőtte magát az úszás része, hogy a Magyar Úszószövetséggel egyeztetve létrehoztam a Kisteleki Úszóegyesületet, és most már ebben vannak a gyerekek igazából, és ezáltal, tehát a Kisteleki Úszóegyesület formájában tartom az úszóedzéseket. A Kistelekbe került az úszó nemzet. Igen, az úszó nemzet programba. És hát valamilyen szinten azért a szövetségnek elvárása, hogy az ügyesebb gyerekeket azért ilyen nagy létszámú gyerekek közül kihalásszuk, és egy kicsit a versenyszféra felé tereljük. Úgyhogy emiatt is alapult meg a Kisteleki Úszóegyesület, ahol tényleg egész sok gyerek jár már úszni. Egy része azért jár, mert mozogni szeretne, kikapcsolódni szeretne, esetleg egy kicsit az úszás technikáját, hogy fejlesszem. A másik részét viszont már tényleg specifikusan figyelem, egészen a kiskorosztálytól, óvodáskorú gyerekektől. Vannak már 10-15-en, akiket a versenyszféra felé terelek, edzek. Most már 5 főnek sikerült a versenyengedélyt is megszerezni, amellyel az összes Magyar Úszószövetség által rendezett versenyen részt vehetünk. Ennek az évnek ez lesz a legfőbb célja, hogy most már így versenyeken el tudjunk indulni. Többnyire még mindig kisebb, családiasabb hangulatú versenyeken, de elindulunk ebbe az irányba is. Tavaly évben van-e olyan kiemelkedő program, amit szívesen kiemelnél, hogy arra büszke voltál különösen? A Proharmoni Egyesület által szerveztük meg a Sportág Választó rendezvényünket, amely az első volt a város életében, és 10 egyesületet hívtunk meg, akik bemutatták a sportágukat, bárki részt vehetett rajta, különösen sok kisgyermekes család jött el a rendezvényre, próbálták ki a sportokat, én úgy láttam, hogy sikeres volt ez a rendezvény, és nagyon bízom benne, hogy idén is sikerül a második sportágválasztót is megrendeznünk. Mostáné Irénkét köszönhetjük a stúdióban. Irénkét sok mindenki ismeri, mint valamikor óvónő, mint képviselő, mint szociális bizottsági tag, de amiért most találkoztunk, az az, hogy immár-már 27. alkalommal vittél adventi időszakban, karácsonyi időszakban ajándékokat rászoruló családoknak. Az idejében hány családot sikerült
meglátogatnod. Az idei évben 15 családot, amit kitűztem célul, azt tudtam is teljesíteni, nagyon örülök neki, hisz úgy gondolom, hogy mindig jelentősége van az adakozásnak, de talán az utóbbi két évben lehet azt mondani, hogy hatványozottan fontos az, hogy segítsünk másokon, hisz az anyagi oldal szerintem kevés ember van, aki azt mondja, hogy neki elég az, ami van, mert az árak, ahogy elszabadultak az élelmiszerboltokba, az egyszerűen hihetetlen, és akinek 4-5 gyereke van bizony, azt gondolom, hogy minden segítség el kell. És hogy sikerül kiválasztanod a családokat? Kik segítenek abban, hogy megtaláld azokat, akik rászorulók? Hát ez mindig segítséggel megy, mert szeretem, ha minél pontosabban ki tudjuk választani azokat a családokat. A gyermekjóléti intézménybe tulajdonképpen az ottani dolgozókkal szoktam mindig átbeszélni. Adnak nekem egy névsort, és akkor kiválasztom azokat a családokat, akiket úgy érzem, hogy azokat tudom vállalni, és nagy szeretettel készülök az összekészülésnél, hogy mit, hogy, merre. Ez nekem mindig nagy örömet jelent egyébként minden karácsony előtt, már októberben elkezdem ennek a gyűjtését, és az egy olyan elégedettséget jelent a szívembe, hogy tudok családokra gondolni. El is érzékenyülök, mert szerintem nagy szükség van rá, hogy gondoljunk családokra, emberekre, gyerekekre, mert valóban vannak nehéz sorsú családok, akár betegség miatt, vagy bármi ok, de talán a betegség az, ami a legborzasztóbb, ha egy családfő beteg, és nem úgy tud dolgozni, mint ha egészséges lenne, és emellett még, ha 4 gyereket nevel valaki a betegség mellett, akkor azt gondolom, hogy ha nem is oldjuk meg azt a dolgot, amiben vannak, nem tudjuk megváltoztatni az életüket, de azt gondolom, mégis jól esik családnak. Csodálatos érzés, amikor bemegyek egy házhoz, és már több éve ott megjelentem, a gyerekek ismernek, és átölelnek, és megköszönik, és szóval azt nem tudom elmondani, hogy milyen öröm, hisz én tényleg a gyerekekért teszem. Ha én plusz örömet tudok, egy plusz dolgot nyújtani, akkor az már megérte, hogy közeledik a karácsony. Sajnos az utolsó hétre megbetegedtem, úgy módon, hogy nagyon nehezemre esett volna a csomagokat be az autóba kihordani, meg a családoknál, és ezért értesítettem egy néhány családot, akik még hátra voltak, hogy meg tudnák-e oldani, hogy eljönnek érte. És nagyon örültek neki, és olyan jó érzés volt látni, hogy még a gyerekeket is hozták, akiknél otthon volt a gyerek, vagy meg tudta oldani. Ez egy csodálatos érzés volt, amikor bejöttek hozzám, és akkor megszólalt az egyik kislány, nem olyan kicsi már, olyan 11-12 éves, aki azt mondja nekem, hogy tetszik emlékezni rá, hogy ezt a cipőt tavaly is öntől kaptam. Nagyon jó érzés volt. Szóval örömet szerezni másnak, pozitív hullámokat sugározni, szeretetből. Szerintem ez a legfontosabb, ami most szükségeltetik az embereknek. Ugye 2 éve van az, hogy régebben csak játékot, édességet vittem karácsonyra, esetleg egy-egy darab ruhát. De megváltozott a dolog, mert át kellett egy kicsit sorolni a fontossági sorrendbe, és azt gondoltam, hogy itt az élelmiszernek óriási nagy szerepe van, amit már tavaly előtti karácsonykor is tettem, de most még bővítettem tisztítószerekkel, mosóporokkal, ami úgy gondolom, hogy 4-5 gyerekes családban az mindenképpen segítség, tartós élelmiszer, szalámi, sajt, egyebek, és ezen felül jöttek az édességek, és a játék, ami elmaradhatatlan. Amire nagyon, úgy mondom, örömmel gondolok vissza, hogy én karácsonykor mindig új dolgot viszek, mert úgy érzem, hogy az a gyerek megérdemli azt, hogy az egy csomagolt
és originál csomagolású játék legyen, és azt, ha ő kibontja, akkor tudja azt, hogy azt a karácsony a Jézuska hozta. A Nők a Családokért és Gyermekekért Egyesületnek vagyok a vezetője, és azért az adományok vásárlását 85%-ba ebből az összegből oldom meg, de azért szívesen teszem hozzá, hogy a polgármester úr minden évben a kezembe nyomja, hogy ő is hozzájáruljon, és még 3 képviselőtársam is, amit kérés nélkül. Ezt nagyon örömmel veszem, mert azt gondolom, hogy ez kicsit elvárható is, hogy segítsünk másokon, és még amire büszke vagyok, hogy 2 magánember is kérés nélkül tudja, hogy mivel foglalkozom, hogy ez nekem fontos, és megjelent. Úgyhogy elfogadtam, volt, aki Egerből hozott tartós élelmiszert, Egerből egy ismerősöm, mert tudja, hogy ezt teszem minden karácsonykor, és egy kolléganőm, aki szintén hozzájárult, és én nagyon köszönöm nekik, és mindenkinek köszönöm, aki ebbe segített. Remélem, hogy lesz erőm jövőre is, meg azután évben is, mert számomra a karácsony csak ezután jön a családba, ha én ezt a dolgot teljesítem. Kácsor Pétert, a Kisteleki Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület vezetőjét köszönthetjük a stúdióban. Péter, tavalyi évetek elég aktív volt, hiszen elég sok esemény történt a városban, illetve a környéken. Mit tudnál elmesélni a 23-as évben történtekről? Köszöntelek benneteket, illetve a Kisterek Városi TV nézőit. Igen, a tavaly is aktív volt. 22 után azt gondoltam, hogy attól már nem lesz nehezebb. Végül is nem volt nehezebb, de tavaly is azért aktívra sikerült. Ha a tűzoltó tagozatot nézem, akkor a káreseteink száma kevesebb volt, de volt sok minden más, akár bemutatók, akár rendezvények, amik azért azt a helyzetet hozták elénk, hogy nem unatkoztunk. Városi rendezvény is több volt, kicsit már most át, vagy hozzákapcsolom a polgárőr tagozat munkájához, lényegesen több volt, mint 22-ben, itt különböző pályázatoknak, illetve az aktív szervező csapatnak, rendezvény szervező csapatnak köszönhetően, tehát ott is hely kellett állnunk, úgyhogy nem igen volt olyan hetünk vagy hétvégénk, amikor ne kellett volna valahova mennünk, vagy valamit csinálnunk. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy tisztességesen helyt álltunk tavaly is. Az Egyesület továbbra is biztos lábokon áll, jól működik, mind anyagilag, mind a személyi és a tárgyi eszközök tekintetében. Próbáltam folyamatosan mindenféle pályázatokon részt venni. Ezek közül többen sikeresen szerepeltünk. Többek között, és akkor ha nem probléma, akkor kapcsolódok a tűzoltóbálhoz, többek között azon a pályázaton is sikeresen szerepeltünk, ami egy magyar-szerb határon átnyúló pályázati program. Ebben csak partnerek vagyunk, több más önkéntes tűzoltó egyesülettel, illetve a megyei tűzoltó szövetséggel, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, és ha minden jól alakul, mert még ugyan nyertes a pályázat, de te éppen pont jól tudod, hogy a magyar-szerb pályázatoknak azért van buktatója. Ha minden jól alakul, akkor egy használt tűzoltógépjárművet tudunk majd beszerezni. Erre a pályázati keret, ami egyesületünkre 12 millió forint, illetve egy új utánfutós magasból mentő kosaras szert is kapunk, amit tudunk majd beszerezni. Erre, ha jól emlékszem, akkor mintegy 20 millió forint van a pályázatban, tehát így nagyságrendileg kb. 32 millió forint az, ami az Egyesületet, illetve hát a várost segíti majd, illetve hát gazdagodunk vele a jövőben, és akkor a tűzoltóbálhoz, hogy ez hogy kapcsolódik, ennek a pályázatnak van önereje. És ugye a tavalyi sikeres tűzoltóbálunknak a bevételét, ami az este folyamán összegyűlt, azt félretettük, ez a mai napig rendelkezésre áll elkülönítetten, és hát ezt szeretnénk majd bővíteni a most január 27-én megrendezésre kerül a tűzoltóbállal. Ha a terveink és a reményeink jól alakulnak, akkor így a kettőnek az összege talán ezt a szükséges pályázati önerőt fogja fedezni, úgyhogy ezért dolgozunk. Ha ez így összejön, illetve a pályázat is úgy megvalósul, ahogy,
a beadott pályázatban szerepeltek a dolgok, akkor úgy gondolom, hogy hosszú távon rendben vagyunk a főtechnikai eszközöket tekintve, tehát a gépjárműveket ugye ide sorolom, azok azért ugye drágábbak, nehezen beszerezhetők, fenntartásuk is drágább, az egyéb idézőjelben apróságokat, azokat könnyebben pótoljuk kisebb pályázatokból, de azért gépjárművet önerőből, meg egyébként pályázatból is ritkán adódik lehetőség, hogy vegyen az ember. Úgyhogy ez egy régi álmunk, és akkor úgy tűnik, hogy ebben az évben talán ez meg is valósul. Említetted a tűzoltóbálát, akkor beszéljünk egy kicsit arról, mikor lesz, mi lesz a program, mi várható? Hát ugye még csak a másodikat rendezzük, de reményeim szerint mondhatom azt, hogy hagyományosan január utolsó szombatján rendezzük a tűzoltóbálat, tehát január 27-én, van még jegyünk, fogynak szépen a jegyek, de van még jegy, optimisták vagyunk, egy nagyobb teremmel is készülünk, hogyha esetleg a tavalyi már kisebb lenne. A programon mértékadóan nem változtattunk a tavalyihoz képest, ez azt jelenti, hogy vendégvárás 18 órától 19 órától vacsora, remélhetőleg hajnalig mulatozás, ebben valamikor majd helyt adunk a tombolának, szépen gyűlnek a tombola felajánlások is, illetve hát mi is készülünk természetesen külön. Azt azért úgy büszkén elmondom, és több visszajelzést kaptunk tavaly, hogy értékes és jó tombola tárgyaink voltak. Tényleg nem, bocsánat a szóért, nem adtuk a gagyi szintre a dolgot. Én ehhez kötöttem, ragaszkodtam hozzá, és kötöttem magam abban, hogy nem szeretnék ilyen tízes papír zsebkendőt, meg hasonló kis értékű dolgokat tombolaként. Ha esetleg ilyeneket kapunk, akkor összerakjuk, csinálunk egy nagyobb csomagot, de nem megyünk egy bizonyos szint alá, és tavaly tényleg ezzel kapcsolatban több visszajelzés érkezett magával a bállal is, tehát hogy jól érezték magukat, akik ott voltak. Hasonlóan sültestálakkal készülünk most is, vendégváróitalokkal, a zenekar, a tavaly bevált Halasi Angolat zenekar, és hát készülünk egy kisebb meglepetéssel, és ha meglepetés, akkor nem is árulok el róla többet. Ez majd az este folyamán kiderül. Egy kis apróság csak, de tavaly nem volt ilyen. Ragaszkodom ahhoz, hogy minden évben legyen valami új a bálban, hogy a vendégeink is lássák, érezzék, hogy mi is készülünk azért. Úgyhogy bízom benne, hogy ez is majd elnyeri a tetszését a vendégeinknek. Tavalyi alkalommal ugye a földi egy kisebb utazás volt. Az idén is ilyen típusú fődíjjal készültök? Egyelőre nem jutott eszünkbe jobb, és nyilván itt észszerűen kell gazdálkodnunk a bevétellel is, tehát nagy valószínűség szerint ennyit fog megengedni az idén is a büdzséje majd a bálnak. Igen, terveim szerint egy kétszemélyes, legalább két éjszakára szóló belföldi utazási utalvány lesz a fődíja a tombolának. Próbálok majd valami hosszabb lejáratú utalványt váltani, hogy legyen döntési választási lehetősége a fődíj nyertesének. Ez tavaly is így volt, bevált. Azt hiszem, hogy nyárra tudtak foglalni időpontot a nyerteseink. Zalakarosra mentek, nagyon jól érezték magukat, többször fölhívtak, e-mailt küldtek, ajándékot kaptunk tőlük, úgyhogy nagyon örültek, és bízom benne, hogy ez az idén is majd így lesz. És akkor a többi tombolatárthoz pedig szívesen fogadtok fel ajánlásokat. Így van, szívesen fogadunk fel ajánlásokat, ahogy említettem, gyűlnek is már. Nagyon jó tárgyaink vannak, nagy a kísértés, hogy megtartsam, de hát nyilván nem ez csak a vicc volt, de tényleg csak célozni akartam rá, hogy nagyon jó italokat, nagyon jó tárgyi dolgokat kaptunk már eddig is, nagyon jó utalványokat, amiket majd helyi szolgáltatóknál, vállalkozóknál lehet beváltani. Van már az utánfutótól kezdve a szépségipari utalványokon át nagyon sok minden a talomban, úgyhogy készülünk, ígéretünk is van még több helyről. Az elkövetkezendő bő két hétnek az egyik fontos feladata ez lesz, hogy ezeket begyűjtsük, elkészítsük, becsomagoljuk, összerakjuk, úgyhogy most már mi is azért gőzerővel dolgozunk.